vannak az új deliospermák, bármennyire is hihányzik a nevük. Ez pedig itt a sarokban lassan virágozni fog klematis. Ez még mindenféle virágzó. Hát sajnos ennek a őjetnek ilyen színe lett. Viszont a valami ez nagyon jól néz ki. Egy kis oroszlán száj. És íme a klematis. Nagyon szép virágai vannak. Hát ezek a leggyönyörűbbek most. Virágok. És íme még a Golgota virág is beindult passzívből. Ennek meg csokoládé szaga van. Vagy illata? Tumbergia. Jól néz ki szerintem, olyan kis kövér lett. A sarokban ez a klematis is nő. Na hát itt elég szarul néz ki minden, mert kiszedtem a elvirágzott elszáradt vaszkokat. Egy vervényt ültettem ide, gyorsan bedobtam. Ezeket befüvesítettem, ide beültettem egy lyukka filamentóze. Hát a házikóval nem csináltam semmit. Átmegyünk a másik kertbe. Kis kabamba akarok most rendet tartani, mert iszony kubanc van. Íme. Hátsó teraszon most jó időjárás van. Ki fogok ülni és sört inni. Ima a kis kert. A fevvel van oregano, hagyma, stb. Lipaprika. Itt vannak a bazi nagy paradicsomok. Most már ekkora hülye karót kelt időt, nem nagyobb, mint én vagyok. Egyszerűen kinőnek a Isten markából. Sima, ha valaki szeretné a salátát, és van bűhibe, csak éppen én nem vagyok valami a salátaevő. Csipkebokor. Leszületeltem a ribizzit. Hát, ha megmarad, mire hazamegyek. Ez a középsőn fehér színű van, a többi meg piros. És íme, ezt is lehet, hogy le fogom születelni. Mennyi kis bogyó van a melansién. Hát én nem nagyon maradt meg, de majd ezek a más amenansér nem ad ki. A kis almafánk, aki ledobálta a almáit. És az is a pampafű is kezd összeszedni magát, egész jól néz ki. Kis házikó innen hátulról. Vannak a mit tudom én micsodák, menta vagy mi a görcs, meg torma, meg egy fuchsia, gyönyörű volt, csak éppen már lehaingált az összes virágát szinte. Beugrunk az ablakon. Már mennyire rendet raktam. Várom a gritjéket, hogy elvigyék ezeket a dobozokat, meg ezt a vackot. Húzela. Íme megjött a két pantonszék is. Hát fentre nem megyek, mert ott csuba van. Au revoir.